augusztus 20-án Szent István király ünnepén a város papságával együtt celebrált szentmisét a Szent Korona hiteles másolatának és első uralkodónk fej erekéjének jelenlétében Spányi Antal püspök a Szent Imre templomban. A város és a megye közéleti vezetői Fehérvár testvérvárosának polgármestere és számos hívő részvételével megült ünnepen a megyés püspök a Szent Királyról, mint népe jövőjéért felelősségteljesen gondolkodó és cselekvő államvezetőről beszélt. A főpásztor méltatta a király állam és egyház szervező munkáját. A magyar nép megtérítése és a királyság megalapításával a nehéz időkben szilárdságot biztosított az országnak, oly módon, hogy azt semmiféle történelmi erő sem tudta kimozdítani arról az útról, amelyet az államalapító kijelölt. A király személye úgy áll előttünk, hogy egy felelősségteljes ember, egy felelősségteljes magyarnak állnia kell. Egy ember, aki nem a maga javát keresi, hanem aki képes elfogadni a rámért sorsot, elfogadja az Istentől kapott feladatot, küldetést. Beszédében a megyés püspök azt is kiemelte, a Szent Király nyomán nekünk is felelősséggel kell döntenünk önmagunk és hazánk jövője felől. Felelősséget kell vállalnunk egyházunkért és hitünkért, hiszen ezt a kincset bízta ránk az egyházban az Úr. Megélni, tanúságot tenni hitünkről örök kötelességünk. Az ünnepi eseményen részt vett Varga Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, Törő Gábor országgyűlési képviselő, Richard Arnold, Schwabisgmünd polgármestere, Roth Péter, Lernel Zsolt, Mészáros Attila alpolgármesterek, Fehérvár képviselői és Fejér megye önkormányzatának számos képviselője. A honvédség, a rendvédelmi szervek, a társadalmi szervezetek, a közintézmények, az egyházak és a lovagrendek képviselői is. Augusztus 20-a az egyik legnagyobb magyar ünnep, Szent István király napja, a keresztény magyar állam megalapításának, a magyar állam fennállásának emléknapja. Hagyomány azonban, hogy a szentmise után a főpásztor megáldja az új kenyeret is, mint a családi jólét és a jövő jelképét. A megáldott kenyeret Spányi Antal püspök szimbolikusan dr. Csápalkovics András polgármesternek adta át.